Tehát ez egyszerűen érthetetlen, hogy, hogy lehet még normális magyar embert arra uszítani, hogy a Habsburg restaurációnak híve legyen, sőt előmozdítsa. Egyébként most zárójelben mondom, amit mondom. Van egy olyan párt, aminek ez az ászlajára van tűzve. Habsburg restauráció, de így szó, kifejezetten. És már csinálják neki ideológiai talaj. Na az, aki ezt kitalálja, hogy melyik pártról van szó, ez bizonyított tény, tehát ez nem olyan dolog, ami hasonlítva van. Na hát azt tényleg azt mondom, hogy hazamehet. Melyik párt? Ki visz haza? Mely? Ki visz haza? Engem? Mert ki akarod mondani? Én ki a Jobbik. Na, a Jobbik, persze. Mindenki a Jobbikba bízik, hogy na majd az milyen jó, majd milyen magyar párt. Egy frász. A legsötétebb ideológia képviselő, és már adagolják, de már adagolják. Rengeteg normális, értelmes, jó indulatú fiatal magyar embert megtévesztettek. De rengeteget. A legsötétebb. De olyan, hogy tessék az elnöknek elolvasni, amit nem is tudom melyik újságjukban tettek közé. Itt a magyarságnak ugyanez a téma, amit én most itt előadok. Egy teljesen más előjellel, és a jellegadó, hogy mondjam, ilyen elnézést, de ez most egy zsidó szó lesz, Eszes Géber, nem tudom, ismerjük-e. Tehát aki az ötletet adja nekik. Ne is ismerjék meg. Majd fogják ők ezt használni. Tehát lényeg az, hogy az például egyszerűen ilyen névsort összeállított, publikálták, és ebbe is erre pozitív példaként hivatkozik, ami a Jobbik mai elnök. Az pedig így szól, hogy mondjuk egy 1848-49-es időszakban ki a pozitív a magyarság szempontjából? Nem fogják kitalálni. Hát mi azt hinnénk, hogy az aradi vértanúk az ő vitán fölülállnak. Na hát azok az emberek, azok hazaárulók, megérdemelték a sorsukat. Ez szerint a kifejtés szerint. És ki volt az abszolút pozitív? Fogockodjanak meg Hajnal. Hajnal. És leírja, nyomtatásba adja, és tapsolnak neki. Na most azért kezdjünk egy picit már tájékozódni. Mert az orrunknál fogva vezetnek. És ha nem jó nektek a bal oldal, akkor majd megkapjátok a jobb oldalt. Na aztán majd megköszönhetjük nekik. A legsötétebb tanácsadói társaság van körülött. És a felszólalásaikból ez nem derül ki, mert most még egyelőre etetnek bennünket. Tehát azért vigyázat, amikor etetem az állatot, akkor én adok neki, aztán amikor fejem, akkor majd megnézhetem.